Szeretettel köszöntök mindenkit, jó napot kívánok! Mai műsorunk első fele egy vallásos ünnepről és két szilágysági templomról szól. Majd a 4 óra előtt 5 perccel jelentkező második részben a ma kezdődő tanév ürügyén megismételjük a Beszélgetések a Kávéházban rovatunk középiskolai oktatással foglalkozó részét, melyben Haller Bélával, a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum tanárával Henny János beszélget. Tegnap szeptember 8-án volt Szűz Mária születésének napja, ami a katolikus, anglikán és ortodox egyház ünnepe. Az időpont eredetileg a jeruzsálemi Szent Anna templom 5. századi felszentelési dátuma. A ma is létező templom azon a helyen áll, ahol Szűz Mária szülei éltek és ahol ő született. Ezt a kiemelt ünnepet a 15. századtól nevezik magyarul Kisboldog asszonynak, és a 18-19. Századtól számos kapcsolódó névszokásról tudunk. A tegnapi nap a Kárpát-medence számos helységének búcsúnapja, sok templomának felszentelési ünnepe, köztük talán a leghíresebb Mária Radna ferences temploma. A következő 10 percben a Szűz Mária tiszteletről beszél Sajgó Balázs, római katolikus lelkipásztor, a gyulafehérvári Caritas segélyszervezet jelenlegi lelki igazgatója. A felvétel 2008-ban készült, amikor ő még Székelyudvarhelyen volt plébános. A Mária tisztelet kialakulásáról szeretnénk beszélni, ha megvizsgálnánk azokat a korokat, népeket, hagyományokat, kultúrákat, hogy mi is ennek a lényege, akkor minden bizonnyal nagyon sok mondani való lenne erről, de én különösen most arra szeretnék rávilágítani, hogy mi is ennek a gyökere, mi a mi Mária tiszteletünknek a gyökere, ennek a gyökérnek a megvizsgálásánál pedig a Szentírásra megyek vissza. Mert mindennek alapja a Szentírás, és éppen ezért rögtön Lukács evangélistát idézem, hiszen ő az egyedül evangélista, 4 evangélista közül, aki leírja Jézus gyermekségének a történetét. Leírja a két híruladást, nevezetesen keresztelő Szent János, valamint Jézus Krisztus születésének a híruladását, illetve a két születés történetet, keresztelő Szent János, illetve Jézus születésének a történetét. Tulajdonképpen miért is tiszteljük mi a boldogságos Szűz Máriát, mi a katolikus keresztény egyház. Először is azért, mert ha megfigyeljük, élete szorosan összefügg fiának az életével, hisz hogy az anya és a gyermeke élete összetartozik, úgy van ez így is, teljesen emberi módon is. Tulajdonképpen, ha meg szeretném elsőképpen határozni Mária a hit modellje, a hit példája, de nyitány is, mert rámutat arra, ott áll a jászol mellett, de rámutat arra, hogy tulajdonképpen kire kell nézni. Hivatalosak a pásztorok elsőként a születés történeténél. De ott vannak ugyanakkor a jászolnál a napkeleti bölcsek is, amelyek a tudomány megtestesítői, ha így fogalmazhatunk. Tulajdonképpen Jézus jászolához mindenki hivatalos. Isten mindenkit az üdvösségre hív, és Mária csak mellette áll, mert az ő elsődleges feladata az, hogy rámutasson. És ez rögtön igaz, hogy egy másik evangéliumi rész, a kánai mennyegző, amelyet János evangélista ír le, nem véletlen, János apostol és evangélista, a legtöbbet élt, tehát szinte 100 évig élt. Ott volt a kereszt alatt Máriával és a Mária Magdulnával, és ott a kereszt alatt Jézus maga rábízza a szeretett tanítványra az ő édesanyját. A szeretett tanítvány János pedig elfogadja, és ezzel az elfogadással történik tulajdonképpen a kezdet, a gyökér, az egyháznak a születése. Tulajdonképpen a születés előtti a fogantatása, hogyha egy ilyen érdekes hasonlattal szeretnék beszélni, mert ugye az egyház születését mi az első pünkösdre tesszük, amikor az apostolokra kijárat a Szentlélek, és ott volt Mária is állítólag, de ezt nem lehet bizonyítani, de a kereszt alatt ott 3 ember van, és egy érdekes dolog jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy
van egy férfi és két nő, tehát férfi a Szent János apostol és a későbbi evangélista, a Mária, Jézusnak az édesanyja, és egy idegen nő, aki megtért, Mária Magdolna, Jézus működésének hatására. Ez úgy kétharmad, egyharmad. Hogyha ma megnézzük a kereszténységben általában a hívőknek a számát, talán úgy észrevehetjük a templomi látogatottság szintjén is, hogy a nők kétharmada hívő, egyharmada férfiak. Ez csak úgy érdekességképpen jutott eszembe ennek kapcsán. Tehát a kereszt alatt indul el, úgymond az egyháznak az élete. De a kánai menyegzőre már utaltam, hogy ott is Máriának a szerepe tulajdonképpen egy közreműködés. Ő csak azt mondja, rámutat az ő fiára, és azt mondja a jelenlévőknek, akiknek elfogyott a bor, bajba kerültek, igazából ez is tanulságos lett számunkra, hogy tegyétek meg, amit ő mond. Éppen ezért tanulságos nekünk is, hogy ő az első hívő, az első igazi keresztény. Krisztus hordozó, Krisztoforosz, szép kifejezés. Krisztus hordozó, mert nem csak kihordta Krisztust, nem csak megszült a világ megváltóját, hanem figyelte az ő életét. Ott volt mellette egészen a működésének a kezdetéig, hisz az első nyilvános csodája a kánai mennyegző, amikor rámutat a fiára. Mi azt hiszük sokszor nagyon, hogy elképzeljük Máriáról, hogy ő egy olyan asszony volt, aki úgy mindent naivan elhitt, mert hát itt van az Isten fia, és amit mond, az úgy van. Én azt hiszem, hogy néhányszor voltak neki is idézőjelben mondva érthetetlen pillanatai. Például, amikor szintén Lukács evangéliuma utal arra, hogy amikor a gyermek Jézus eltűnik, és akkor József fel a nevelőapjával keresésre indulnak, három napig keresik, aztán megtalálják a jeruzsálemi templomban. És amikor megkérdezik, hogy tehát fiam, aggódtunk érted, hol voltál mostanig, akkor Jézusnak a válasza, nem tudjátok, hogy atyám házába kell lennem? Azt hiszem, hogy eléggé érdekes szöget üthetett a fejében. Mert ez is a hitnek, hogy nagyon sokszor mi is érthetetlen helyzetekben vagyunk. Nem értjük, hogy mi miért történik. Keressük talán Isten számunkra, és eltűnik három napra, vagy négy napra, vagy ki tudja mennyi időre. Nem lehet meghatározni ezt az időt. De a lényeg az, hogy nem szabad elfelednünk azt, hogy pontosan Mária példája világít rá arra, hogy ha sokáig keressük, akkor megtaláljuk. Talán pontosan ezért a Mária tiszteletnek köszönhetően nagyon sok ünnepünk alakult ki. Ezek között rögtön már az év első napján Mária Isten anyaságát ünnepeljük, Szűz Mária Isten anya ünnepét. Amit azonban ki szeretnék emelni, hogy már az 5. században az egyik jeruzsálemi olvasmányos könyvben Mária mennyei születés napjáról, elszenderedéséről olvashatunk. Aztán később a 7. században Rómában augusztus 15-én Mária égi születés napját ünnepelték, és ennek kapcsán körmeneteket is tartottak. Ez az egyik legnagyobb Mária ünnepünk. Természetesen sok van, kiemelném rögtön január után a februári a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét. Az, hogy megértsük, elfogadjuk az örömhírt, az nem elég, hanem az, hogy el is kell indulnunk, hordoznunk kell magunkban. És újra vissza szeretnék világítani Mária hitére, és pedig arra hitre, amely nem fogad el csak úgy naívan mindent, hanem utána jár a dolgoknak, hiszen az angyal üdvözletkor maga az angyal köszönti, üdvözlégy Mária, kegyelemmel vagy teljes az Úr van te veled. Ekkor Mária elsiet a hegyekbe, az ő rokonához, Erzsébethez, mert az angyal nem csak köszönti, hanem ugyanakkor ad egy jelet is, hogyha esetleg most így mondanák mai szóhasználattal, ha nem hinnéd, akkor menj el és nézd meg, hidd a hihetetlent, látogass meg rokonod Erzsébetet, akit Magdalannak tartottak, mert idős, és ő a 6. hónapban van. Mária pedig úgy elgondolkodik, és biztos vagyok benne, hogy azért örömében, tehát viszi a megváltót, hogy akkor a szívében azt, hogy ő édesanyja lesz, ez egy nagy dolog, de viszont utána jár a jelnek, mert jel nélkül azért nehéz hinni, az egy naív hit lenne. Mi olyanok vagyunk, hogy hiszünk, ha látunk, de azért figyelmeseknek kell lennünk a jelekre is. Amikor a két asszony találkozik, ugyanakkor találkozik az Ószövetség és az Újszövetség, mert Erzsébet méhében ott van az előfutár, keresztelő Szent János, az utolsó próféta, aki meghirdeti a közelgő megváltót. És Urunk megkeresztelkedésének ünnepén pontosan erre világítunk rá, hogy keresztelő Szent János látja, mint miként egy galamb rászáll a lélek, és ő a megváltó. A Mária tiszteletnél fontos kiemelnünk ugyanakkor a magyar Mária tiszteletet is. Hogy miért egészen különösen a miénk Mária magyaroké.
első szent királyunk, Szent István király halál előtt 1038-ban a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlja országát. Így lesz Magyarország pátrónája, védőasszonya úgymond, a boldogságos Szűz Mária, mert nem elég csupán a földi hatalom, a földi vezetés, a földi gondolkodás, hanem Mária valahogy pontosan azáltal, hogy rámutat az ő fiára, megmutatja a szeretet útját. Azon a kijárt úton jár, amelyen fia járt. Nagyon sokan igyekeznek, nagyon sokan a földi életben, tehát egy ilyen nehéz úton haladnak fölfelé, sziklás úton az embereknek a lábaikat összetörik a kövek, összehorzsolják, de haladnak fölfelé, mindannyian az ég felé egy ilyen érdekes létra vezet. Mennek ezen az úton, keresztül a felhőkön, és ami érdekes, hogy egyszer csak úgy nagyon-nagyon gyorsasággal van egy ember, aki egyenes határozott léptekkel megy az ég felé, felmegy a trónra, leül. És hát ez nyilvánvalóan Jézus Krisztus a történet szerint, akinek nem morzsolják össze a kövek, nem sebzik be a lábát. Ami viszont Máriára utal ebben a történetben is egész különösen érdekes az, hogy Mária ebbe az ösvénybe lép be is, ezt az utat követi. Fölmegy határozott léptekkel, fia jobbján foglal helyet, és inti az oda törekvő, az égre vágyó, a boldogságra vágyó embereknek, hogy gyertek, kövessétek ezt az ösvényt, mert ezen az ösvény haladtok sokkal hamarabb és sebmentesen felértek ide. Tehát tulajdonképpen nagy az ő közbenjárása, mi ezért kérjük mindig az ő közbenjárását, mert ő rámutat Szent Fiára. Kis boldogasszony napja és az ehhez kapcsolódó Szűz Mária tisztelet katolikus teológiai magyarázata után következzen egy református templom bemutatása. Eddig bővelkedik nagyon régi, eredeti alakjukat többé-kevésbé megőrző középkori templomokban. Ezeken kívül viszont van néhány újabb, olyan két-két és fél évszázada emelt templomépületünk is, amelyek művészi értéküket tekintve egyedülállóak. Észak-Erdélyben Zilaktól pár kilométerre van Szilágylombért. Fehérre meszel templomépülete szokványos, semmivel sem hívja fel magára a figyelmet. Mégis érdemes felkeresni. A falu története, legalábbis amit tudunk, írásos adat az 1321-es évekből maradt fenn, ahol Lompérként már szerepel a falu elnevezése. Azt mondják, hogy a nevét a 8. magyar király Szent László testvérétől kapja, Lambert hercegtől, mert hogy ezt a részt, Erdély északi részét megkapja. Ő birtokolta. Ő birtokolja, és akkor itt volt egy központi területe neki ezen a részen, és a településnek a nevét végül is innen eredeztetik, hogy Lambert, Lompért, ugye ebből következik az elnevezés. De a templom az nem olyan régi. Szóval szemmel láthatóan a nem Szent László korabeli. Nem olyan régi. Ez tulajdonképpen a második templom, ami a településen van. Az első templomot azt az 1749-es években építik, mert akkor alakul meg itt a református gyülekezet. Viszonylag új a templom, ugye? De mégis van egy különlegessége, ami elviszi a hírét. Megmutatná? Igen. Különlegessége a templomnak az a kazettás mennyezete, ami szintén 1777-78-ra készül el. Ezt egy kolozsvári asztalos mester készíti, őt kérik fel, hogy elkészítse, egy év alatt el is készül a kazettás mennyezet. Ugyanannyiba kerül szinte, mint maga a templom. Tehát az elkészítetése a kazettás mennyezetnek az
anyagi áldozat terén szinte ugyanannyi, mint maga a templomnak az elkészítése, de fontosnak tartották. Nyilván az akkori kor szokása szerint, hogy itt is egy ilyen mennyezet ékesítse a templomot. A Szilágyságban több templomnak is van ilyen festett mennyezete. Lehetett, létezhetett egy ilyen fajta versengés is, nem? Már... Igen, valószínűleg. Tehát a Kárpát-medencében több száz ilyen templom található, úgyhogy valószínűleg volt egy ilyen versengés, hogy na hát, ha a másik közösségnek, akkor mi sem legyünk kevesebbek, mi sem adjuk alább. Tehát, de szerintem megérte, mert nagyon szép, nagyon mély üzenetet rejtő, és nagyon sok titkot elárul, ami ugye a múltba vezet vissza bennünket. Részletezni? Hát ugye olyan titkokat rejt, ami a mai ember számára már olyan nyelvezettel van megírva, amit tanulni kell. Egyik alkalommal, amikor Papp Gábor művészettörténész járt itt a templomban, egy csoportnak tartott előadást, és elkezdett beszélni, és úgy kinyitni tulajdonképpen a képeknek az üzenetét, akkor úgy elcsodálkoztam, leesett az állam, hogy valóban milyen titkok és milyen üzenetek nyílnak meg az ember, a mai ember, a modern ember számára is, ami nyilván abból a korból üzen, és nem csak abból a korból, hanem a bibliai korból, tehát isteni üzenet, isteni titkok rejlenek itt ezekben a képekben. A művészek, történészek azt mondják, hogy tetten érhető itt a szkíta és a keresztény eredete a magyar népi művészetnek. Példát tetszene mondani erre? Nagyon szép példája ennek az összefonódásnak, ha csak a szószéki ábrázolásra nézünk, az is a Budai Sámuel asztalos mester és fiának a műve tulajdonképpen, és ott ugye a sárkány fej, ahol összefonódik. Közelebb mehetünk? Nyilván, tessék, összefonódik a virág motívummal, ugye. Ez a fajta ábrázolás, ez Osváth Sándor művészettörténész szerint, ez hűen tükrözi ezt az összefonódást. Visszatérve a nagyon gazdag kazettás mennyezetre, valahol mégiscsak hozzá kéne kezdeni, el kéne kezdeni. Kezdjük a bejáratnál, vagy az egyik oldalon? Hát, a bemutatást. Ha kezdeni akarjuk, akkor mindenképpen a bejáratnál kell kezdeni, de tessék. Ezt a bejáratot kell nézzük, mert ez volt a fő bejárat, és mindjárt a bejárat fölött találjuk az első kis kazettát. Ugye egy háromszöget látunk benne egy szemmel, írja is a gyengébbek kedvéért, hogy az a szem akar lenni. Az a Szent Háromságnak tulajdonképpen a jelképe, tehát a háromszög Atya, Fiú, Szentlélek, és a mindenható Istent akarja megjeleníteni, és arra tanít, azt üzeni tulajdonképpen a belépő számára, hogy figyelj ember, azonnal, ahogy beléptél a templomba, tud, hogy Isten tekintete, Isten szeme rajtad van. És ha haladunk tovább, már is elérkezünk a papi kazettákhoz. Ezzel a hal ábrázolással kezdődik, és ez elsősorban a lelkipásztornak üzen, hogy ugye a krisztusi parancs, amit Péternek mond, hogy ember halásszá kell neked lenned, ugye, és úgy végezni az Istentől kapott feladatot. Na, a lelkipásztor ezt a feladatát végzi, és ennek tudatában kell legyen, amikor elindul ugye a szószék fölé, hogy az igehirdetés szolgálatát végezze. Aztán, ha tovább lép, akkor a szamár kazettás motívum következik, és nyilván ez nem prioratív értelmű a lelkipásztor fele, hanem a teherhordásnak a jelképe, hogy a felelősség, tehát azt a felelősséget vegye magára, amit jelent az evangélium, az isteni üzenetnek a közvetítése, és akkor eljutunk ugye egy csillagképhez, ami tulajdonképpen a Vénusz csillag, a szeretetnek, a szerelemnek a jelképe, az azt üzeni és azt jelképezi, hogy ezt a szolgálatot, ezt szeretetben kell végezni. Tehát nem szabad ezt indulatból végezni, nem szabad öncélúan végezni, hanem az emberek fele, a gyülekezet fele érzett szeretetből, és nyilván az Isten fele tanúsított szeretetből. A túloldal két oroszlánt ábrázoló kazettát látunk, mintha egy fehér és egy ilyen sötét oroszlán viaskodna egymással. Ez azt a fajta harcot jelképezi, ami a lelkipásztorban, de minden emberben ott van, hogy egyfajta vívódás,
hogy eleget tenni az isteni parancsnak, de ugye ott van az emberi oldal is, ami sokszor ellent akar mondani, tehát más utakon akar járni, a testiség és a lelkiségnek az ellentéte, a harca. Nem szabad a lelkipásztornak megalkuvónak lenni, ugye mindig ragaszkodnia kell az isteni üzenethez, az isteni parancshoz, tehát nem embereknek tetszeni, ha kell konfrontálódva is, tehát ilyen üzeneteket, tanításokat adnak ezek a kazetták. Elsősorban itt a lelkipásztornak, akkor, amikor a szolgálatát végzi, mint közvetítő Isten és a gyülekezet, Isten és az emberek között. Hát egy 18. századi festőasztalosnak mindezt tudnia kellett, hogy ezt nem csak meg kell festeni, hanem egymás mellé rakni is. Így, hogy így van. Üzenetet pontosan hordozzon. Nyilván volt egyfajta felkészültségük erre. Van még ehhez hasonló ilyen sorozat? Hát sokféle kép van, és nagyjából, hogyha egységében nézzük, akkor a művészet történészek azt mondják, hogy minden kocka összefügg mindegyikkel. Tehát nem véletlen az, hogy miért van az a kocka éppen ott. Mindegyiknek megvan a jelentősége sorozatában, összefüggésében. Nyilván ezt most így nem tudjuk az egészet átlátni, hanem csak így kisebb mozzanataiban. Ami fontos, és amire még szeretnék rávilágítani, ugye a szószékkel szemben hangzik az ige hirdetés, az igei üzenet, és akkor, ha egyenes vonalban nézzük, akkor eljutunk ide szinte az ablak fölött lévő képhez, ahol azt látjuk, első benyomásunk az, hogy egy állat, mondjuk egy kutya, egy fehér kutya szájából kinő egy virágcsokor. De valójában igen. Nyilván nem ezt jelenti a kép, hanem, hogy az előbb is mondtam, az állat állapotot jelent, a fehér állat az egy a tisztaságnak a jelképe is, ebben az esetben maga az Isten, maga az a teremtő Istennek a jelképe, ahogy a szájából kijön a virág, hát nem a virág, hanem a világ, az élet, a teremtő Isten, amikor az ő szava által azt mondja, hogy legyen, és így teremti meg a világ mindenséget, és tulajdonképpen így állhat ki az élet, és lesz az ő beszéd, az isteni szó, teremtő szó. Érdekes kép még a jó és rossz szerencse kereke, azt mindenképpen szeretném kiemelni, azt itt találjuk, egy kört látunk, és írja is benne, hogy jó és jó szerencse kereke. Mondhatnánk, hogy az emberi életnek a körforgása ez. És több alak is látható több alak, a nyilván az emberi élet egyes élethelyzetét akarja megjeleníteni. Van, amikor az ember fönt van, amikor padlót fog, ugye jó és rossz szerencse között változik az élet. Mondhatnánk, hogy a sors így határozza meg az emberi életet. Na de többről van itt szó tulajdonképpen, ugye a sors nagyasszonya az ott van a középen, és minthogyha ő irányítaná az eseményeket, és van akinek jól megy sora, és van akinek rosszul, van aki fönn marad, és van aki leesik, vagy éppen padlót fog, de ha mélyebben megnézzük azt a képet, akkor látjuk, hogy az egyik sarokból, és az az égboltot jelképezi, lenyúl egy kéz. És minthogyha egy ilyen kötélen tartaná a szerencse asszonyát, tehát azt jelképezve ezzel, hogy nem az történik, amit ő akar. Ugye a sors az nem véletlenszerűen alakul, hanem azt valaki föntről irányítja, valaki lenyúl föntről és igazgat mindent, ugye a gondviselés, a mindenható Isten, a gondviselő Isten az, aki irányítja az emberi életet. Érdekessége még a képnek, és ugye apró kicsi mozzanatok, de mind árulkodóak, hogy azok maradnak talpon, ugye, azok vannak még rajta a kereken és nem estek le, akik valamilyen szinten kapcsolatban vannak a lenyúló kézzel, vagy a mennyei magaslattal. Ugye, ha jobban megnézzük, akkor a két talpon lévő figurának az egyik a kezével kapaszkodik a kézhez, a másik pedig egyfajta fonállal, kötelékkel kapcsolódik az éghez. Tehát azok vannak talpon, akiknek valamilyen kapcsolatuk van ezzel az isteni erővel, az isteni hatalommal. A kazettáknak mondhatnánk így, hogy a főszereplője az Jónás. Talán mondhatnánk így, hogy ez a központi üzenete akkor a kazettás mennyezetnek a jónási üzenet, a jónási jel. Kap egy küldetést, egy feladatot az Istentől. Jónásnak el kell menni Ninivébe, hirdetni az evangéliumot, tiltakozik az isteni küldetés ellen,
és elindul egy ellenkező irányba, tehát hajóra száll és utazni akar Tarsusba. Ez a megadott célnak az ellenkező iránya. És ezen a hajóúton aztán történik a vihar, az a helyzet, hogy felismerik a hajó utasai, hajó kapitány, hogy valami baj van, valaki miatt történik ez a dolog, és akkor Jónás felvállalja, hogy tulajdonképpen ő a hibás, tehát ő menekül az Isten elől. Miattam történt ez a nagy veszedelem, ismeri el Jónás, és aztán emiatt bedobják a tengerbe. Nyilván ekkor Jónás nem tudja, hogy majd lesz egy cetthal, aki őt onnan kimenti, hanem ő ezt vállalja, sorsát, elismerést. Ez nagyon fontos emberi tulajdonság, hogy az ember tudjon szembenézni a maga hiányosságaival, hibáival. Na de az isteni kegyelem az megjelenik ott, hogy Isten küld egy cetthalat, az elnyeli, és ott a cetthal gyomrában aztán bűnbánatot is tart, Jónás bűnbánó imádságot mond, és aztán innen kap egy új lehetőséget. A kazetták üzenetei, szimbóluma ugye különbséget tesz. Két jónásos kazetta van, ahol ugyanaz a jónást látjuk a cetthalnak a szájában. Azért fontos, hogy a kettőt egymás mellett lássuk, mert különbség van a két jónás között. Habár ugyanaz a festő festi meg, de mégis egészen más az ábrázolása. Itt a cetthal egy ilyen U-formát mutat, nyilván ez jobban hasonlít az elnyeletéshez, az pedig egy olyan S-betűs alakot ábrázol, tehát ilyen, mint egy lendületet vesz a hal, hogy kidobja, tehát akkor ebből is látjuk, hogy itt az elnyeletés, ott pedig már, ahogy kidobja Jónást a hal. És a harmadik Jónás ábrázolás? A harmadik Jónás ábrázolást azt megtaláljuk, hogyha ezen a vonalon haladunk tovább. Kicsit tehát az közelebb első kell Jónás, menjünk, igen, tessék. És összhangban találjuk tulajdonképpen a három képet, tehát itt van a harmadik Jónás, ezen is írja, hogy Jónás. De hát azon nem látok cetthalat. Igen, itt már cetthal nincsen, ezért is van felírva, hogy azért mégse tévesszük össze, ez nem más, mint Jónás akar lenni. Ugye itt már túl vagyunk azon, hogy a cetthal kiveti Jónást a szájából, véghez viszi a küldetést, hirdeti az evangéliumot, Ninive viszont komolyan veszi az isteni üzenetet, megtér, és akkor elmarad az ítélet. És Jónás emiatt nagyon szomorú, mert ő azt szerette volna, ugye, hogy ő elmegy, elvégzi az isteni küldetést, ezt vállalja, na de akkor legalább az az ellenséges nép, az bűnhődjön, és ő abban reménykedett, hogy nem lesz megtérés. A nép megtér, és emiatt szomorkodik, és behúzódik egy tök inda alá a bibliai történet szerint, és ott keres menedéket, ugye a forró nap melege elől árnyékot. Hajószerű építményeket is látunk a kazettákon. De kicsit, ha visszamegyünk, akkor megtaláljuk őket. Itt látjuk a Noé bárkáját, igen, írja is a felírás. Központi helyen. Nagyon központi helyen van tulajdonképpen ez a főbejárat, a lelkésznek az útja, ahogy beérkezik a templomba és halad a szószék fele. Ez azt az üzenetet rejti számunkra, ugye a bárka, mint megtartó erő, tehát az özönvíz alkalmával a bárka jelentette Noé és családja számára a menedéket, a megtartatást. És a mindennapi ember számára, a gyülekezeti tag számára, a lelkipásztor számára a megtartatást szintén ez a bárka jelenti, de itt már ez a bárka, ez nem a Noé bárkájára utal, mert ugye ha jobban megnézzük azt az épületet, akkor nem annyira a bárkára utal, sokkal inkább látunk ott egy házat, akár egy templomot, mert ugye a tetején ott van a csillagjelzés. Tehát a gyülekezet számára ez a megtartó menedék tulajdonképpen már a templom lesz. Ott van az Ádám és Éva, ugye ugyancsak központi helyen. Így van. Ott nyilván a testiségre akar utalni az a kép, tehát az a fajta vívódás a lelki pásztornak, amikor bejön, ott van a mindennapi életből hozott kísértések, és ezeket mind úgy el kell hagyni, le kell vetkőzni ahhoz, hogy úgy érkezzen meg már az igehirdetés szolgálatához, hogy ezek ne befolyásolják tulajdonképpen. Nem véletlen, hogy például a szószék az úgy van megtervezve,
hogy a lelki pásztor ne látszódjon csak deréktől fölfele, ugye ez jelképezi a lelkiséget, a testiség az ne látszódjon, mert ugye a testiségnek nem szabad megszólalnia az ige hirdetésben. Haladunk itt tovább. Elérkezünk szintén egy hajó formához. Közelebb mehetünk, vagy? Mehetünk, persze. És itt azt látjuk, hogy maga a bárkát is, mintha egy, tehát benne látunk egy alakot, mintha egy ember, egy személy testesítené meg, és tulajdonképpen erről is van szó. Tehát már nem mint egy tárgyat látunk, hanem maga az ember válik itt már megtartó erővé, tehát ugyanaz az üzenetet hordozza ez a kép is, csak másfajta iránya van ennek az üzenetnek. Ott már a személy maga válik megtartó erővé. Itt ebben a hármasságban is nagyon fontos helyet foglal el. Ugye mondtam az előbb, hogy a Teremtő Isten az az állat fej, amelyiknek a szájából jön ki a virág. Mellette a bárány, ugye az az Isten fiát jelképezi. Íme az Isten bárány, aki elveszi a világ bűnét, mondja keresztelő János Krisztusra mutatva. A bárány, aki hordozza a zászlót, a győzelemnek a zászlóját, legyőzi a bűnt, legyőzi a gonoszt, a halált. És ugyanebben a körben, ebben a csoportban látjuk a főnix madarat, ami már a gyülekezetre utal. Tehát az atya, a fiú és a gyülekezet itt egymás mellett itt ebben a csoportban. A gyülekezet, és ez a lompérti gyülekezetre is nagyon szorosan utal és mutat, mert említettem, hogy egy tatárjárás idején ugye lerombolják a templomot és a falu jelentős részét, de a közösség, az ember, a lompérti ember ugye a főnix madár hasonlatosságára nem hagyja el magát, hanem ugye hamvaiból újból és újból megújul. De nem ez az első alkalom, tehát az 1700-as évek elején szintén volt egy tatárjárás a feljegyzések szerint, amikor a falu szinte meg is semmisül, tehát alig maradnak néhány túlélők. Úgyhogy az 1715-ös népszámláláskor nem is jelenik meg adat Lompértről, tehát nem is szerepel úgy, mint hogyha itt laknának emberek. A Krasznai vármegyéhez tartozik akkor ez a település, és adómentességet kap az, aki ide betelepül, vagy aki itt szeretne lakni. Tehát így próbálják újra benépesíteni ismét feltámad a falut, és így kezd hamvaiból újra feltámadni a gyülekezet. Tehát többször megismétlődik ez a falu életében, hogy már-már szinte teljesen kipusztul, és akkor újra hamvaiból megelevenedik. Tehát a főnix madár azért van itt ilyen fontos helyen a mennyezeten. Van egy kazetta, amiről fontos, hogy említést tegyünk. Az itt látható egy kör, és körülötte négy hal, amit ábrázol. Viszont a felírás az, hogy a föld golyóbisa, tehát ezzel is, hogy az ember nehogy összetévessze bármi mással, tehát nem egy labda az, hanem az maga a föld golyóbisa. Az ural-altáji népek hiedelme szerint a földet, a föld golyóbisát cethalak hordják a hátukon. És ezek a cethalak, amikor ugye átfordulnak egyik hátukról a másikra, akkor történnek a földrengések, a földmozgások, és akkor lesz a világnak a vége, amikor ezek a cethalak elpusztulnak. Nyilván ezt a fajta ábrázolást, vagy ezt a fajta hiedelmet akarja ez a képábrázolás megszólaltatni, viszont erről a képről eszembe jut Ady Endre, aki a Nagy Cethalhoz című versét ez alapján, a kép alapján írja. Ady Endre láthatta ezt a... látta ezt a képet, mert tulajdonképpen Ady Endrének a nagyszülei itt éltek, itt laktak Lompérton. Tehát itt a templommal átellenben, most az iskola épülete van, ott volt az Ady birtok, és Ady Endre emiatt is, tehát a családi kötődés miatt rengeteget járt Lompérton. Többször megfordul, az elmondások és a leírások szerint a templomban is. Nem annyira Isten tiszteleteken vesz részt, hanem olyankor jön, amikor üres a templom, bekérezkedik, és itt perlekedik tulajdonképpen az Istennel,
itt ihletődik, és több verset is a kazetták ihletettségéből merítve ír meg. Úgyhogy valamikor, ha beülünk valamelyik padba, akkor lehet, hogy éppen a Adi ült előttünk abban a padban, és valamelyik versét fogalmazta. A nagy közönség mennyire ismeri a Lompérti templomot? Jönnek ide látogatók? Én nyilván egy éve vagyok itt, és inkább csak arról az időszakról tudok beszélni. Én azt tapasztalom, hogy egyre inkább ismerté válik. Tehát főleg Papp Gábor művészettörténész előadásaiban is ugye többször utal rá, és ő általa is azért híre megy annak, hogy milyen értékeket rejt ez a templom, és egyre gyakoribbak a látogatók is. Külföldiek, van, belföldiek? Nyári időszakban heti rendszerességgel is inkább magyarországiak, inkább külföldiek, tehát ha Magyarországot külföldnek veszük, tehát inkább arról a területről, Erdélyből is, de inkább a magyar nyelvjárásból nyilván. De azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb az érdeklődés. Az előző helyszínünktől 15 kilométerre fekvő városka Szilágy Somlyó református templomának toronyórájáról jelent meg egy technikatörténeti tanulmány az Erdélyi Magyar Műszaki és Tudományos Társaság, az EMT Historia Scientia Jarum című folyóiratában. Ennek tartalmát a szerzők egy kis filmben is feldolgozták a teljesebb népszerűsítés céljával. Erdélyben sok templom épült a 18. században, a kor divatja szerint barokk stílusban. E templomtornyok jó részének homlokzatán üres óraíveket láthatunk a mai napig, ugyanis az építőmesterek és az építtető közösségek a 18. század derekától kezdve számításba vették az óraállítás lehetőségét. Ez utóbbi megvalósult, vagy nem? Például a szilágysági Ip református temploma tornyának építésére a gyülekezet 1826-ban a következő feltételt szabta meg. Hogy a torony felső vége B végezésekor a legszebb csinosság és proporciót tessék ki belőle. Valamint szintén a felső részbe a reménységünk szerint csináltatandó órahelyet is meg kell hagyni és kicsinosítani. Több helységben is ezekbe az óráknak kihagyott helyekbe toronyórák kerültek. Az elmúlt évek folyamatos levéltári kutatásai azt bizonyították, hogy a történeti Bihar és Szilágyság tekintetében legalább 60-80 helyszínen történeti toronyórák voltak. Ez alatt azt értem, hogy kézműipari toronyórák. Tehát lényegében az 1880-as évek után jöttek be a sorozatgyártott gyári termékek. Ezelőtt egyedi toronyórákról beszélünk. A vidéken 1725 után kezdtek elterjedni a kézműves toronyórák, amelyek nagyrészt debreceni és nagyváradi műhelyekben készültek. Az 1848-as forradalom után ezekben a műhelyekben inaskodott mesterek látták el a vidéket toronyórákkal. Viszont egy-egy toronyóra beszerzése és felszerelése általában igen nagy anyagi áldozatot követelt a gyülekezettől.
Az 1740-es, 50-es évektől kezdve több mint egy évszázadon keresztül 300 és 700 forint, rénes forint, ezüst alapú forintról van szó, összegbe került. Hát ez bizony egy nagy összeg. Ez egy plébánosnak egy teljes évi vagy másfél-két évi jövedelmét, fizetését jelentette. Tehát általában egy torony felépülte után kimerült az egyházközségi kassa, és erre már nem kerülhetett sor. Nagyon sok helyen örökre, mai napig üres óraíveket látunk, toronyóra sosem került a tornyokba. Hát itt Somlyón is egy fél évszázadot kellett arra várni, hogy összegyűjjön egy akkora összeg, hogy érdemes legyen belevágni ebbe a projektbe. A régi óraművek közül 25 máig fennmaradt. Egyik közülük Szilágy Somlyón van. Somlyón a reformátusoknak egy gerendavázas fatemplomuk volt a 17. században. A kőtemplom 1729-től épült fel, ám nem volt tornya, faharanglába volt, mint ahogy a Szilágyságban nagyon sok helyen mai nap is láthatjuk. A mögöttem lévő kőtorony az majd csak 1810-ben kezdett épülni, talán 15-ben fejezték be. Közvetlenül a felépülte után nem került bele toronyóra. A költségek nagyon nagyok voltak, így erre nem is gondolhattak még akkor. Ugyanis nem csak az óra szerkezet került sokba, hanem az óraház kialakítása a toronyban, illetve az óra behelyezése és az óralapok felszerelése. Közel fél évszázad telt el toronyóra nélkül, üres óraívek voltak láthatók a párkányzat alatt. 1856-ban a közeli Szilágy Sámson toronyórájába helyezett fel a debreceni Sável József jó nevű toronyóra készítő mester egy szerkezetet. Ezt tekintette meg egy Szilágy Somlyói református küldöttség, és egy pár hónap elteltével szerződést is kötöttek a debreceni mesterrel. Körülbelül egy év alatt készült el a szerkezet, és ez idő alatt egy gyűjtőívet indítottak útjára a városban, illetve a város környékén. Egy gyűjtőív bevezetője a kor szellemét is tükrözi. E földi lét legnagyobb és legfontosabb feladatai közé tartozik az időt a lehetőségig legcélszerűbben használni föl. És vannak elhivattatások, kötelezettségek, foglalatosságok, teendők, melyeknek eszközlése, teljesítése és végrehajtása gyakorta nem csak napokhoz, de órákhoz, sőt, óranegyedekhez van olyan szorosan köttetve, hogy a tetre kitűzött idő elmulasztása és elhanyagolása sok esetben nem csak hátramaradást és bosszúságot, de még kipótolhatatlan kárt, vesztést és veszélyt is okozhatnak és vonhatnak maguk után. Nagyon izgalmas ez a levéltári irat, amelyben tökéletesen lehet követni, hogy a helyben a céhektől, a mesteremberektől, a kereskedőpolgároktól, mindenféle felekezetű és rangú helyi lakostól milyen mennyiségű adomány gyűlt be a szerkezet elkészítetésére. Például a szamosújvári görögkatolikus püspök, illetve a Balázsfalván székelő érsek is hozzájárult görögkatolikus létére e toronyóra felállításához, természetesen a református, illetve hát a helyi katolikus klérus is. A helyi zsidóság is nagymértékben támogatta ezt a beruházást. A toronyóra készítését Mihálc Elek városi jegyző kezdeményezte, és ő irányította az egész munkamenetet. A Sável József órásnak kifizetett 699 ezüst forinton felül további 195 forintnyi volt a járulékos költségek teljes összege. Végül 1857 karácsony utáni napjaiban két segéderővel együtt szerelte be Sável József az itt látható fertályos toronyórát. Fertályos azért, ugye a német szóból eredendően negyed órákat, fél órákat, ugye természetesen háromnegyed, és az egészeket is üti.
három modulból, három részből áll, gyakorlatilag csak az egyik az, amelyik a mánusokat hajtja, a másik kettő az éppen a harangütésekért felelős. A lelke egy ilyen szerkezetnek a gátszerkezet, a gátlómű, ami ugye azt szabályozza, illetve akadályozza meg, hogy az energiaforrás a három nagy kősúly lezuhanjon. Ezeket a kősúlyokat naponta fel kellett húzni, tehát egy komoly munka volt, erre minden a fizetett alkalmazottakat tartotta az eklézsia. Ez a szerkezet a 2000-es évekig működött, tehát majdnem másfél évszázadon keresztül használatban volt, és hát gyakorlatilag ipari műemlék lett belőle a napjainkra. Kedves nézőink, folytatjuk a hétfői Magyar Adást. Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó nézőket is. Műsorunk második részét a ma kezdődő iskolai tanév alkalmával a Beszélgetések a Kávéházban sorozatunk tanüggyel foglalkozó része tölti ki. Sokszor és sokat beszélünk az oktatás mikéntjéről, a minőségi változás azonban várat magára. Folyamatosan változó világunk újabb és újabb kihívások elé állítja a tanárokat, diákokat. Melyek azok a pillérek, értékek, amelyekre támaszkodni lehet, mi az, amit változtatni kellene, lehetne? Haller Bélával, a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Liceum olasz és francia szakos tanárával Henni János beszélget. Az én gyermekeim iskolás gyermekek. Folyamatosan fölteszem magamnak azt a kérdést, hogy vajon színvonalas oktatásban részesülnek? Hogy valódi, eligazító tudást és képességfejlesztést is kapnak az iskolában? Buongiorno a tutti! Bonjour les amis! Iskolán különleges, mivel a diákok francia és olasz nyelvet is tanulhatnak. A továbbiakban Haller Béla, francia és olasz szakos tanárúrtól tudhatunk meg néhány információt. Tanár úr, elmondaná olaszul, hogy hogyan kell kérni egy kávét? Un café macchiato romano, per favore. De ezt igazából már vásárhelyen is így kell kérni. Köszönjük szépen! Egy 2015-ben készült riportban Haller tanárurat láttuk a Marosvásárhelyi Bolyai Liceumban. Haller Béla francia és olasz tanár 1953-ban született Marosvásárhelyen. 1976-ban a Bukaresti Tudományegyetem bölcsészkarán végzett. Szülővárosa emblematikus tanáregyenisége, akit 2019-ben nyugdíjaztak, ugyanakkor visszahívták óraadó tanárnak. Az iskola a tanítás sokat vitatott aktuális kérdéseinek tekintetében a sok időn át kialakított, most is működőképes értékek megőrzésének híve. Ugyanakkor a tanári szerep átértékelését a megváltozott emberi kapcsolatokat figyelembe véve indokoltnak tartja. Arisztokrata származása a rendszerváltozás után közéleti szerepvállalásra is kötelezte. Jelenleg két alapítvány, az erdélyi történelmi családokat magába foglaló Kastellum és a Teleki Téka Alapítvány elnöki tisztjét látja el. Hány éve tanítasz? 45. Erről nekem eszembe jut Juhász Gyulának az a gondolata, hogy a tanár az a diák, aki a legtöbb időt tölti az iskolában. Az a 45 év, az eszméletlen nagy idő.
89 óta, mintha annak lennénk a tanúi, hogy a román oktatási rendszer folyamatosan agonizál. Megpróbáljuk ezt egy picit pontokba fogni, nem túl didaktikusan, hogy mi is történik ezzel a román oktatási rendszerrel, miért deficites ha az, és miért nem működik, ha nem működik, és hát úgy tűnik, hogy nem működik. Igen, hát ennek több összetevője van. Az egyik az, hogy a 89-es fordulat után az alapművelet az ideológia eltávolítása volt az anyagból, viszont maradtak a struktúrák és maradtak a beidegződések. Például ugyanolyan nehéz és ugyanakkor a rossz hallást von az ember magára, hogyha mit tudom, valakit megbuktat. Tehát nehéz a negatív eredményeket elfogadtatni. Marad a régi diadalmas jelentés, mint 89 előtt. Másrészt pedig nem volt folytonosság az iskola reformjában. Tehát gyakran változtak a miniszterek különböző felfogással. Az utolsó 3-4 évben azt látjuk, hogy az hozzájárulásuk az, hogy vagy decemberben fejeztetik be velünk az első fél évet, vagy január végén, és ezt évente változott. Ezen kívül kevés a változás. Illetve hát mondjuk, ne legyünk igazságtalanok, 2016-ban elkezdődött az 5-8 osztályos kerettanterv változtatása, és már be is fejeződött. Most kezdődne idén a liceumi kerettanterv. Tehát, hogy sikerorientált ez a román oktatási rendszer, és ilyen értelemben nyomasztó lehet? Igen, egyrészt... Vagy teljesítményorientált? Igen, hát egyrészt elitista, egyrészt... állandóan eredmények felmutatására koncentrál, az osztály első tanulói a fontosak, és sokszor nem lényeges, hogy a leggyengébben haladók meddig jutnak el. Nem tudunk szocializálódni a kudarc élménnyel, miközben ez, ha az ember személyiségébe beépül, akkor ez egy nagyon fontos tényező a jövőt illetően. Igen, igen, és sajnos a nyugati iskolarendszerből azt kezdjük átvenni, ami a legrosszabb, ezt a szüntelen, kritika nélküli dicsérését a diákoknak, és tanárként ünnepeljük a leglaposabb közhelyeket, amiket képesek mondani. Tehát elvesszük tőlük az előrehaladás örömét azzal, hogy azt mondjuk nekik, hogy te így, ahogy vagy, tökéletes vagy. De miért ünneplitek? Tehát, hogy tanárként miért nem tudtok kilépni ebből, vagy miért nem tudtok szembe menni ezzel a rendszerrel? Mert igazából a diák az, akit sújtja valójában. Igen, hát végül is nagyon változatos az összkép, mert vannak olyanok, akik igenis megkövetelik az előrehaladást, és akik lépésről lépésre viszik feljebb a diákjaikat. Tehát a tanári társadalom se egységes. Én itt mondjuk főleg a módszertani ajánlásokra gondoltam, amivel próbálunk minél kevesebb traumát okozni a gyerekeknek, viszont hosszú távon ez a fajta bánásmód depresszióhoz vezet. De tanítható egyáltalán a tanítás vagy a gondolkodás képessége? Vagy az ember ezzel születik, készséges rá, és akkor elsajátítja? Igen, hát létezik a rávezetés, a felfedeztetésnek a módszere, és én nagyon hasznosnak érzem az egyéni munkákat, amikor úgynevezett projekt formájában a diák elmélyül egy bizonyos témában, azt ő kidolgozza, esetleg még PowerPointot is készít hozzá, és bemutatja az osztálynak. Ezek az önálló munkának mondjuk az inas évei. Igen, de erre van keret a szabályos órarend keretein belül? Igen, hát itt a tanárnak bűvészkednie kell az idővel, és valószínű, hogy a számonkérésre szánt időből kell ezt neki kisporolnia. Mi a tapasztalatod egyébként a pályafutásod során? Sikerült neked ezt elérni, vagy voltak olyan típusú visszajelzések, amelyekből egyértelműen kiderült az, hogy tulajdonképpen sokkal többet adtál, mint ami a módszertan megkíván? Tehát, hogy a gondolkodását inspiráltad, a tanuló készségét inspiráltad a diáknak? Igen, hát én francia és olasz tanárként igyekeztem ezeket a kultúrákat vonzóvá tenni,
és úgy látom, hogy sok esetben sikerült is. És amikor egy kultúra vonzó, akkor már semmi sem állítja meg a hozzá vonzódó embert. Tehát akkor filmeket néz, dalokat hallgat, lefordítja. Akkor már elindult valami, ami tulajdonképpen nem áll meg soha. Igen, akkor itt ezen a területen nyilván több lehetőséged volt erre a fajta inspiratív oktatásra. Vagyok. Igen, ilyen szempontból is szerencsés vagyok. És hogy van az a gondolat, hogy az ember akkor tanulja meg igazán a nyelvet, amikor már abban a nyelvben gondolkodik? Igen, hát ezzel kapcsolatban mindig van egy kis kérdőjel bennem. Tudnilik, igazából a gondolkodás azt hiszem, hogy az anyanyelvnek a struktúráira épül, és az, amikor azt mondjuk, hogy valaki egy bizonyos nyelven gondolkodik, akkor igazából az anyanyelvi struktúráknak villámgyorsan megtalálja az idegen nyelvű megfelelőjét. Tehát én sose fogtam magam azon, hogy francia gondolkodtam, még akkor sem, amikor tolmácskodtam, és eléggé szaporán kellett beszélnem. Igen, és talán eléggé megfoghatatlan is, hogy hogyan és milyen nyelven gondolkodom. Igen, itt valóban esetleg annyiban ez áll, amit mondtál, hogy a nyelvek nem mind ugyanazt vágják ki a valóságból, és előfordulhat, hogy egy bizonyos állapotra, vagy egy bizonyos dologra egy más nyelven találsz megfelelőt. Igen. Tehát szokták a franciáktól átvenni a sármot, és ezt semmilyen módon nem lehet magyarul megtalálni. Ilyenkor valóban még az is francia gondolkodik, aki nem tud. Egy nagyon aktuális kérdés folyamatosan vita tárgyát képezi, hogy mi a mandátuma, a feladata az iskolának okítani, a tananyagot elsajátítatni, a családnak pedig az, hogy nevelje a gyermeket. Te ezt hogy látod, ezt a kérdést? Tehát, hogy ezek harmonizálnak egymással, egymásra tevődnek, vagy valóban el kell ezt a két dolgot különíteni, vagy el lehet különíteni? Nem, szerintem komoly átfedések vannak ebben a dologban. Tehát a világról legelőször a szülőktől tud meg dolgokat az ember, azzal a tipikus kisgyerekkori kérdezősködéssel. Tulajdonképpen ezt viszi tovább az iskola, és a nevelésnek is rengeteg fontos momentuma lezajlik otthon, a családban, sőt a nevelésnek a teljes megalapozása lezajlik otthon, viszont az iskola nagyon lényeges dolgokat tehet hozzá. Egyrészt azáltal, hogy a gyerekek az osztályban egy közösséget képeznek, és ezzel a közösséggel szemben vannak bizonyos kötelezettségeik, és ez csak ott élhető meg. Tehát igazából komoly átfedések vannak. Szerintem a család egy pillanatra se dőlhet hátra, hogy a nevelést az iskola majd átveszi. Vagy az oktatást. Ugyanakkor a világról szerzett tudásnak is nagyon jó forrása lehet a család. Igen, de én pont ezt kérdezem, tehát, hogy át kell vennie az iskolának a nevelés szerepkörét bizonyos értelemben? Én emlékszem például, amikor én középiskolás voltam, akkor határozottan emlékszem arra, hogy a tanáraink neveltek is, más módon szocializálódtunk, ez egyértelmű. De hogy ma, amikor ilyen módon fragmentálódik minden, amikor a diákjogoknak az érvényesülése az eléggé az egekbe szökött, amikor tényleg minden megváltozott körülöttünk, akkor egyáltalán működik még ez, és egyáltalán mit nevezünk mi nevelésnek, azon kívül, hogy tanítod a diákot? Tehát, hogy hogyan tudnád ezt megragadni, megfogalmazni, hogy a tanárnak ebből az értelemben mi a dolga, vagy mi lehet a dolga? Hát igen, a nevelés az a személyiség alakítása, a jellem alakítása, az erkölcsi érzék kialakítása, és az iskola nem is szabad, hogy elmenjen az erre adódó alkalmak mellett. Tehát az irodalmi szövegek igazából mind élni tanítanak, és többnyire állást is foglalnak abban az értelemben, hogy mi a jó és mi a rossz. És az iskolai élet mindennapjaiban állandóan adódnak helyzetek, amelyeket egy tanárnak ki kell értékelnie. És nem sértjük ezáltal a diákjogokat, tehát senkit nem alázunk meg, senkit nem
közösítünk ki, marad a jelenség, és marad a mi hozzáfűzött kommentárunk, ami feltehetőleg megmarad a diákok emlékezetében. Igen, az én nézetem szerint a nevelés alapvetően egy erkölcsi, etikai és bizonyos értelemben szakmai kérdés. Na most tévedek, ha azt mondom, és hogy ilyen értelemben a tanároknak rendkívül nagy a felelőssége. Most tévedek, ha azt mondom, hogy egy bizonyos értelemben egy fajta akadémiai inflálódásnak vagyunk a tanúi, ami azt jelenti, hogy önmagában a társadalmi együttélés, a társadalmunk felhígul, meglazulnak az emberközi viszonyok, és akkor az oktatás is veszít ilyen szempontból az élességéből, a pregnánságából. Tehát, hogy a mostani tanári garnitúrát hogy látod így visszatekintve, ahhoz képest, ahogy ti dolgoztatok, ahogy ti gondolkodtatok, ahogy ti neveltetek? Hát mondjuk a tanároknak az idősebb nemzedéke, és főleg azok, akik már jóval előttem visszavonultak, mindenképpen kiemelten kezelték a nevelés kérdését. Utólag változott a világ, tulajdonképpen az erkölcsi normák lazulásának vagyunk a tanúi, és látjuk, hogy sokszor a lojalitás hátrányos, az erkölcsösség hátrányos, sokszor az üzleti életben egyedül a profit, ami számít. Tehát a gátlástalanságnak a térhódításával nyilván az iskola is valamelyest változik, de szerintem a valódi tanárok ezt nem kell, hogy megengedjék. Valaki egyszer azt mondta, hogy az iskolában az a szép, hogy az igazság helye lehet, és ezt nem szabad feladni. Mennyire az? Ez kérdés. Igen, hát én most megint nehezen beszélek az egész tanártársadalom nevébe. Én kiváltságos helyzetben vagyok, 990 óta a Bolyaiba tanítok, ahol jó diákok vannak és kiváló kollégák. Ma, amikor alapvetően mindent a pénz bizonyos értelemben, meg a profit dönt el, akkor már nem akkora nagy lehetőség és nem akkora nagy kihívás tanárnak lenni? Igen, sajnos azt látom, hogy a végzős tanítványaink közül kevesen választják ezt a pályát. Tehát nem tartozik a vonzó karrierek közé, ha egyáltalán lehet karrierről beszélni. Viszont az elhivatottság időről időre felbukkan, és örömmel látjuk, hogy mégis van, akinek átadni a stafétát. Pedig a társadalmi változás origója az oktatás, ezt már a görögök is tudták, amikor a tudás elsajátítását olyan fontosnak érezték. Tehát mintha eltűnnének a jelentős tanáregyéniségek, mesterek, minták, hangozzék ez bármilyen közhelyesen? Igen, hát itt azt mondanám, hogy az, amit ilyen legendás tanáregyéniségnek tartottunk, abban nagy szerepet kaptak a külsőségek is. Tehát egy bizonyos méltóság, egy bizonyos büszkeség. Ez tökéletesen rendjén volt, és meg is hozta annak idején a maga gyümölcseit. Az új tanári szerep valamelyest változott olyan értelemben, hogy a diákok előtt haladó, tapasztaltabb társ lett a tanárból, aki megmutatja nekik, hogy csinálják. Ami önmagában véve nem negatív. Nem negatív, és ugyanúgy kiváltja a tiszteletet, mint korábban a másik. Egyébként, ha már tanáregyéniségekről beszélünk, akkor róla például mindig azt hallom itt Vásárhelyen, hogy egyike voltál, vagy azoknak a tanároknak, akikre úgy emlékeznek, ilyen szuperlatívuszokban beszélnek az óráidról. Jaj, ezt kellő szerénységgel fogadod, azt hiszem. Ehhez nem tudok hozzászólni. Ez olyan, mint amikor a házassági hirdetésekben mondják, hogy szépnek mondott. Attól függetlenül van abban igazság, és lehet, hogy szép.
Van valami, ami kikerülhetetlen, ha már oktatásról beszélgetünk, iskolarendszerről, meg egyáltalán módszertanról, hát az az új idők kihívása, az online oktatás. Na hát ez egy gordiuszi csomó. Tehát ezt megfejteni, vagy erről beszélni úgy, hogy valamiféle evidenciákat mondjuk, de azért próbáljuk meg, hogy te ezt hogy látod, hogy mennyire hasznos, mik a pozitívumai, mik a negatívumai. Igen, ez az utolsó másfél évnek a története. Tehát ennek szinte minden pillanatára emlékszünk. És a végkövetkeztetés az, amit a diák felmérésekben olvastam, hogy a diákok is körülbelül háromnegyed részben, és a tanárok is körülbelül ugyanolyan százalékban kevésbé érzik hatékonynak, mint a jelenléti oktatást, a szemtől szembe oktatást. Nyilván ez egy szükségmegoldás volt, és én igazából örülök, hogy a nyugdíjból való visszatérés két évében ezt megtapasztalhattam. Tudnélik, vannak bizonyos nyereségei is. Ilyen például az időnek a percről percre való kihasználása. Tehát pontosan 12-kor jelentkezek be a Teams-en. Előfordul, hogy az osztályban nem jutok el pontosan 12-re. Nagy az épület, stb. Tehát a minden perc kihasználása igazából egy komoly figyelmeztetés volt az online oktatás részéről, és nekem nyelvtanárként az internetnek az állandó közelsége hatalmas segítség volt. Tehát pillanatok alatt be tudtam mutatni városokat, festményeket, szobrokat, dalszövegeket, verseket, és valahogy ezt nem szeretném elveszíteni a jelenléti oktatásban sem. Tehát végül is én remélem, hogy visszatérünk a jelenléti oktatáshoz, mert az az igazi, és sőt remélem, hogy nem sokára maszkok nélkül, mert nyelvet tanítani maszkkal az egy rendkívül kínos dolog, olyan, mintha a startpisztolyra hangtompítót tennék. Tehát egyszerűen nem lehet nyelvet tanítani maszkkal. Reméljük, hogy visszatérünk a jelenléti oktatáshoz, de vigyük magunkkal azokat a következtetéseket, amit ez a másfél év távoktatás hozott. Tehát ez az online oktatás semmiképpen sem egy alternatíva, hanem egy szükségállapot. Ez egy igen, ételő, ez megegyezhetünk. Több, durván fogalmazva több, mint semmi. Igen. Most egy másik eléggé kínos és konfliktus góc az a román nyelvoktatás a magyar iskolákban. Tehát, hogy rengeteg diák tudomásom szerint bukik el érettségin, mert nem tud románul. Én tudomásom szerint még mindig úgy zajlik a román nyelvoktatása, tehát nem úgy zajlik, mint egy idegen nyelvoktatása, hogy ebben erről mit gondolsz, mik a tapasztalataid, és mit lehet tenni, hogy valóban ilyen masszív módon ne bukjanak el gyerekek románból, magyar anyanyelvű diákként? Hát történik javulás ezen a téren. Tudnélik, az 5-8-as tankönyveknek a cseréje tudtommal befejeződött, tehát ott már külön tankönyvből tanulnak a magyar anyanyelvű diákok, és ez a tankönyv úgy félúton van az anyanyelvként való oktatás és az idegen nyelvként való oktatás között. És ugyancsak úgy hallottam, hogy már az idei 8-os képességvizsgán ennek nagyon jó eredményei mutatkoztak. Tehát valami elkezdődött és eljutott félútig. Most drukkolhatunk azon, hogy a liceumot is utolérje ez a változás, és minél hamarabb történjen meg, hogy minél több nemzedék tudja ezt átélni. Igen, ez is egy nagyon hosszú folyamat lesz, véletőleg. Igen, igen, és azt hiszem, hogy egy kicsit úgy meg kell változtassuk a hozzáállásunkat a nyelvtanulásra, a román nyelvtanulásához. Főleg a román nyelvtanulásra szemben. Hogyha visszatekintünk azokra, akik Erdélyben előrevitték a magyar közösség sorsát, szinte mind kiválóan tudtak románul. Tehát nem hűtlenség az, hogyha mi nagyon szépen tudunk beszélni, és
helyt tudunk állni azokban a struktúrákban, ahol nem a mi nyelvünkön folyik a munka. Most muszáj a jegyzetembe belenéznem, mert pontosan szeretnék fogalmazni. A Nemzetközi Tanulói Teljesítménymérés Programja keretén belül végzett felmérések, közismertebb nevén a PISA felmérésben, idén a romániai diákokra nézve elég lehangoló eredmény született. A diákok közel fele funkcionális analfabéta, 44%-uk. Ugye ebben az értelmezésben azt jelenti a funkcionális analfabéta, hogy nem tudnak kapcsolatrendszerekben gondolkodni, egy adott közösségen belül nem tudnak olyan képességeket elsajátítani, hogy aktívan részt vegyenek a közösségben, hogy egy szövegértelmezésben problémába ütköznek. Most ezek az adatok, katedra mögül nézve, tényleg ennyire lesújtó? A PISA tulajdonképpen egy gazdasági inspirációjú felmérés, tehát a gazdasági fejlesztési tanácsnak valami, egy nemzetközi fórumnak egy talán 3 évenként megismétlődő tesztje, amit 15 éves gyerekeknek szántak, és ami tulajdonképpen az ismereteknek a gyakorlati alkalmazási képességét méri úgy matematikából, mint természettudományokból, és ugyanakkor a szövegértést is. Tehát tulajdonképpen ez a három, ami a PISA tesztnek a területe. Létezhet értékes tudás, mondjuk különösebben jó PISA eredmények nélkül is. Tehát, hogyha a diáknak van egy bizonyos munkamódszere, és tud egy bizonyos mennyiségű dolgot, akkor a gyakorlati alkalmazás sokszor csak egy lépés. Tehát talán a PISA teszt nagyon sok országban azért ad gyenge eredményt, mert a tanügy még nem a gyakorlati alkalmazások felé indult el. Ugyanakkor nagyon jók a tudás szintek. Egy Jásból Amerikába elszármazott matematika professzor azt mondja, hogy Amerikában az elsőéves diákok tudnak annyit, mint nálunk a 8-osok. Utána viszont nagyon rákapcsolnak és nagyon haladnak. Tehát vannak a mi tanügyünknek is bizonyos értékei, csak pontosan a PISA teszt az, ami nem alkalmas arra, hogy megmutassuk. Igen, és hogy mindenképpen árnyalni kell ebben a kérdésben. Árnyalni kell feltétlenül. Hogy egyáltalán az adatok nem feltétlenül a valóságot tükrözik, és fordítva. Mi az oktatási rendszer megreformálásának a záloga? Ugye, mint mindig, és itt van egy diszonáns elem egyértelműen, a politika az beleszól mindenbe. A politika nélkül a közigazgatás nélkül nem létezik se kulturális tevékenység, se oktatási rendszer működtetése. Mégis azt gondolom, hogy sok esetben ki kellene szállni a politikusi székből, és be kellene ülni az oktatói székbe. Tehát az igazi reform az nem a politikai bizottsági gyűléseken zajlik, hanem az osztályteremben, a katedra mellől. Hogy látod ezt a kérdést, hogy hogyan lehet valamilyen módon feloldani ezt a feszültséget, valahogyan emberbarátibbá tenni, és valamilyen módon, hogy a kompetensebb emberek legyenek azok? Tehát, hogy hogyan látod ezt a feszültséget, ezt a konfliktust feloldani? Hát a tanügy része a társadalomnak, és a társadalomnak az összes válságát nyilván a tanügy is átéli. Ezen belül az a bizonyos lassú átalakulás és igazából egységes koncepció nélküli átalakulás azért is történik ilyen lassan, mert a politikusoknak a tanügy nem prioritás. Az ő 4 éves ciklusaikban nem számít, hogy az alatt a 4 év alatt elindult valami. Ők a rövid és látványos eredményeket hajhásszák. A tanügybe csak a legmeggondoltabb és a legbölcsebb politikusok avatkoznak be, mert tudják, hogy ők talán már sehol nem lesznek, amikor ennek az intézkedésnek az eredményei majd láthatókká válnak. Igen, ezért van az, hogy a különböző politikai garnitúrák
megérkezésekor mindig megváltozik az oktatási rendszer is, vagy valamilyen módon megpróbálják megváltoztatni. Igen, hanem egyéb elköltöztetik a vakációkat. Igen, és hogy nincs egy következetesség ebben, ez egyértelmű, és azért elég bátor dolog is beleszólni ebbe, vagy mennyiben például te pályafutásod során, vagy egyáltalán amíg tanár voltál, mennyiben érezted, hogy valódi, hasznos, előremutató segítséget igényeltek tőletek aktív pedagógusoktól? Igen, hát én ebben megint csak szerencsés voltam. Tudnék, olasz tanárok, nem vagyunk nagyon sokan Romániában, és 98 és 2002 között behívtak a minisztériumba tanterveket készíteni. Tehát ott mondjuk rajtunk múlt, hogy mi történjen, és próbáltunk értelmes dolgokat kitalálni. De persze ezek csak ilyen hétvégi kiruccanások voltak egy-két délelőttnyi összeüléssel, úgyhogy inkább konzultáns szerepünk volt ebben a munkacsoportban, mint sem valódi munkálkodó személyzeté. Tegyük fel, hogy holnaptól kineveznek oktatási miniszternek. És ha azt kérdezném akkor tőled, hogy mit kell és hogyan kell tanítani, akkor a válaszod egyezne azzal, hogy oktatási miniszter és az aktív tanár válasza egyezne? Igen, hát mondjuk ezzel a jó pár évvel a hátam mögött esetleg nem esnék kétségbe ettől a kinevezéstől, viszont minden munkatársat úgy választanék meg, hogy legalább fele részben aktív tanár maradjon. Az nem kevés a fele rész? Tehát aki, mit tudom én, egy héten két napot tanít és három napot dolgozik a tanterveken, vizsgatételeken, stb. És mik lennének a prioritásai? Tehát mi az, amit kell tanítani, és hogyan? Igen, hát ebbe a dologba az ember szétnéz egy kicsit a világba is. Ott sajnos látjuk a humántudományoknak, főleg az irodalomtanításnak egy bizonyos relativizálódását, problematikussá válását. Én azért még mindig azt érzem, hogy az irodalom tanít megélni, viszont az irodalmat lehet rosszul is tanítani. Valahogy a szövegek megfejtésén kellene dolgozni, és nem elmondani elemzés formájában, hogy az író itt mit akart mondani. Egy közvetlenebb kapcsolatot a szövegekkel, és hát nagyon sokan elvárják, hogy az iskola tanítson eligazodni az életben, tehát hogy az illető tudja az adóját kifizetni, tudjon esetleg bírósági eljárást kezdeményezni. Tehát valamilyen módon az intézmények között és a társadalmi életben eligazítani a diákokat. Ennek valóban van értelme. Létezik is egyfajta állampolgári nevelés már az 5. osztálytól kezdve. Nem tudom, nem tanulmányoztam tartalmilag, hogy valóban mennyire hasznos ez az eligazodás dolgában. De valóban szükség van arra, hogy a diákok a társadalomba eligazodjanak. Engem meglepett, hogy amikor irodalmi szövegekbe felbukkant a baloldal, jobboldal kettőssége, akkor hirtelen nem tudták, hogy mit kezdjenek vele. Igen, tehát nekem ez így rokonszenves, amit mondasz, egyfajta kollaboratív pedagógiai attitűdöt promoválnál. Igen, igen, tehát mindenképpen beszéljenek azok, akik tanítanak, és mondjuk győzzön a józan többség. Elég ezt a mostani oktatási rendszert megreformálni, mondjam úgy a rosszat feljavítani, vagy egy teljesen más kellene, teljesen új kellene? Nagyon sok használható eleme van ennek a mai rendszernek, amikor különböző testvériskolák cseréje miatt Olaszországba jártunk, akkor az olasz kollégák azt mondták, hogy nektek minden értéketek a lemaradásotokban van. És ezt, igen,
és szerintem ez meg kell gondolkoztasson minket is, hogy amit máshol sietve kidobtak, azt nekünk vajon nem érdemes-e megőrizni? Nem véletlen a kérdés, mert ugye messze földön híres skandináv oktatási rendszerről szeretnélek kérdezni, ugye ami teljesen szembe ment a tradicionális oktatási rendszerrel, pontosan azzal, hogy például a szabványosított értékelésnek nincs egy kerete, lehet bukott diák, illetve mivel nincs minősítgetés, nincs jegyrendszer, ezért nem buknak meg a diákok, hanem folyamatosan keresnek alternatívákat a problémákra, folyamatosan a megoldásra orientálódnak. Tehát, hogy milyennek látod ezt, amikor a lehető legteljesebb mértékben személyre szabott, ha amennyire én jól ismerem ezt a finn-skandináv oktatási rendszert, hogy ez mikor lehetne, mikor következne itt benn állunk, és hogy egyáltalán mennyire lenne hasznos? Konkrétan akár a jegyrendszer eltűnése. Igen, igen. Nem rosszak azért a jegyek. Van figyelmeztető, kiózanító funkciójuk is, tehát nem szabad a gyerekeket egy olyan langyos álomba ringatni. Valamilyen módon a gyenge pillanataikra is figyelmeztetni kell őket, nem vadul és nem megalázó módon, de mindenképpen jelzés formájában. A skandinávok úgy tudom, hogy nagyon sokat áldoznak az óvodás korú gyerekeknek a nevelésére, még nyugat-európai viszonylatban is sokat, és azt állítják, hogy ez később nagyon megtérül. Tehát amit elsősorban tőlük át kellene venni, az óvodáskornak a felkarolása, és az akkor nagyon lényegesen rögzülő képességeknek, készségeknek a fejlesztése. Sok tekintetben később már csak javítani lehet rajta, de az óvodáskorban nagyon sok lényeges dolog történik. Nekem van egy, mondjuk egy magán ellenkezésem ezzel a rendszerrel. Valamelyik finn tanügyi felelős egyszer egy olyan mondatot mondott, hogy megszabadítottuk őket a költészettől. Ezzel én az illetővel mindenféle közösséget felmondtam, mert valakit megszabadítani a költészettől az egy égbe kiáltó bűn. És akkor előfordulhat, hogy olyan módon tehermentesítik a gyerekeket, hogy nagyon lényeges dolgok nem jutnak el hozzájuk. Egy amerikai oktatás szakértő beszélgetett egy finnel, és azt kérdezte az amerikai, hogy mit kezdtek a bukott diákokkal. Mire a finnek, nekünk ilyen nincs. Jó, Ken Robinson, ugye egy nagyon híres oktatás szakértő, ő azt mondja, hogy az oktatási rendszerek a halálvölgyében vannak. Ugye egyértelmű az asszociáció a szentírási halálvölgyére, hogy onnan kérünk segítséget. És ő azt mondja, hogy az a probléma, hogy tulajdonképpen a gyerek fejlődése három pilléren nyugszik. És az egyik a különbözőség, az, hogy ő különbözik, hogy az ő teljesítmény spektruma az más, mint a többié. Tehát, hogy én azt érzem, hogy például összehasonlítva a romániai rendszerrel, hogy ez a fajta különbségtétel, érzem én a saját gyerekeimen, nem fontos, nem érzékelhető, nem hasznos. Így látod te is, mert hogy ezen sok minden bukik, hogy mire képes egy diák, vagy mire nem. Igen, ezt a különbözőséget mondjuk a szakirodalomban sokszor egy kicsit el is túlozzák. Tudnilik, a különbözőség akkor is megmarad, hogyha valaki azonos hatásoknak van kitéve, mert az egyik így reagál, a másik úgy. Tehát, hogyha én elnézem a Bolyai Liceumnak a 70-es évekbeli végzőseit, az én nemzedékemet, akkor látom, hogy távolról se lettek egyformák, pedig egy sokat kritizált szocialista tanügynek a produktuma voltak, mert mindenki a saját egyéniségén szűri át azokat a hatásokat, amelyek az iskolában érik. Az iskola annyit tehet, hogy figyel a visszajelzésekre,
és nem egyetlen egyfajta visszajelzést fogad el, hanem elképzelhetőnek tartja a visszajelzéseknek a végtelen sokasságát. Igen, hogy ez mennyire gyakran történik, meg azt nem tudjuk, de például én számos olyan példáról tudok, hogy egyébként humán érzékenységű diák hányszor volt megbuktatva mondjuk matekből, vagy fizikából, és hogy ez bizony hosszú távon azért kihathat egy gyerek életére. Igen. Végül is azon múlik, hogy milyen szerepet tulajdonítunk az iskolának, hogyha alapképzést várunk tőle, akkor mondjuk egy bizonyos tudás minimumnak a továbbadását szintén elvárhatjuk. Ugyanakkor a tanárok azért nem robotok, hogy egy időben nagyon sok mindent tudjanak mérlegelni. Tehát azt, hogy az illető gyerek valamiben nagyon jó, hogyha a racionális, értelmi intelligenciája nem is annyira fejlett, de az érzelmi annál fejlettebb. Tehát, hogy végső értékelésben ez egy értékes gyerek, és a lehetőségek szerint kiméljük a traumáktól, és hogy valamilyen módon jelezzük neki, hogy valamiben tényleg jó. A másik nagyon fontos pillér Ken Robinson szerint a kíváncsiság. Hogyan és mennyiben lehet stimulálni a gyermekekben ezt egyáltalán? Azt tudjuk, hogy a gyerekek alapvetően natív tanulók. Tehát ha felébreszted a kíváncsiságot, akkor tulajdonképpen nem teherként jelenik meg a tanulás, hanem kíváncsiságként. Igen. Ezzel szemben sajnos, mintha ma a megfelelés kultúrájában élnénk, amikor azt mondjuk, hogy légy semmilyen, és nem azt mondjuk, hogy légy kíváncsi, légy kreatív, légy olyan, mint légy, tedd azt, amit talán senki nem tesz, vagy próbálkozz dolgokkal. Igen. Hát itt is mondjuk a diák megnyilvánulások eléggé széles skálán mozognak. Én magam találhatok olyan kérdést a diákok kérdései között, amelyek előre viszik az órát, és esetleg nekem is nyitnak még egy mellékutat abban, amit mondani akartam volna. Lehet egy olyan kérdés, ami teljesen megállítja az óra folyamatát, és keresztbe tesz nekem. Tehát végül is a kíváncsiság is valamilyen módon kell, hogy alkalmazkodjon a szóban forgó témához. És akkor viszont nagyon is helye van, és én gondolom, hogy a mai iskolarendszerben egyre több figyelmet kap. És a harmadik a kreativitás nyilván. A mostani oktatási rendszer, iskolarendszer gátolja, promoválja, segíti, inspirálja a kreativitást a gyerekekben? Hogy látod? Hát mondjuk a kreativitás az volna, amikor a diák valami érvényest tesz hozzá ahhoz, amit kapott, vagy ahhoz, amit tanult. Nem merném azt mondani, hogy mindig megkapja a kellő figyelmet. Viszont attól is őrizkedni kell, hogy a kreativitás kultuszában eredetieskedés legyen a vége. Tudnik, amikor minden áron mást akarunk mondani, volt vitám egy vers kapcsán a diákokkal, hogy azért egyéni elemzésként nem mondhatjuk a homlok egyenest ellenkezőjét annak, amit a költő nyilvánvalóan mondani akart. Tehát a kreativitás is nevelődik. Elfogadott és el nem fogadott formáin keresztül. Kreatívnak találod a puskázást? Nem, hát a puskázás az tulajdonképpen csalás, és ilyen alapon szoktam én szemrehányást tenni a diákjaimnak, hogyha puskázáson fogom őket, hogy hát ez a mi barátságunk,
hogy te most megpróbálsz engem becsapni. Tehát ennek van egy bizonyos romantikája ennek a puskázásnak, de ez nagyon veszélyes, és nagyon rossz irányba vezethet. Vagy hogy azt a szellemi muníciót, ahogy ő létrehozza egyáltalán a puskázás tényét, azt miért nem irányítja pozitív irányba? Igen, persze. Persze, ott vannak a különféle leleményes puskázási formák. William Butler Yeatsnek egy rövid versét szeretném felolvasni. Ha enyémek lennének az egek hímzett szövetei, melyeket arannyal szőttek és ezüst fénnyel, a kékes és a homályos, és az éj, a világosság és a félhomály sötét kárpitjai, a lábaid elé teríteném a textileket. De nekem, mert szegény vagyok, csak álmaim vannak. Ábrándjaimat terítem eléd. Lépj puhán, mert álmaimon lépdelsz. Gyermekeink naponta elénk terítik az álmaikat. Lépjünk puhán és óvatosan. Köszönöm Haller Bélának, hogy itt voltál. Köszönöm, és köszönöm ezt az utolsó idézetet. Kedves nézőink, már megköszönjük figyelmüket, ne feledjék, holnap délután 3 órától ugyancsak itt, az Egyesen újabb magyar adást láthatnak, de addig is ajánlom figyelmükben rögzített adásainkat és a műsorainkat, illető egyéb információkat, melyeket a Magyar Adás Nyelvű nevű Facebook profilunkon és a YouTube csatornánkon találhatnak meg. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, diákoknak, tanároknak, szülőknek egy sikeres tanévet kívánunk, a holnap délutáni viszontlátásra. A Székely udvarhelyi sétatéren megszervezett fesztivál története több mint 50 évre nyúlik vissza. A lényeg az mindig, még mindig a 70-es években megalakított koncepció az, hogy magyar nyelven saját dalokat énekeljenek. Tehát úgy gondolom, hogy áthoztuk a 70-es évekből maga a tradíciót, viszont a koncepciója megmaradt, de viszont kell, hogy adaptálódjunk, és a fiatalokhoz közelebb lépjünk. Az, aki mindig bánt, én megbecsülnek téged, de szeretnéd, emelznék végleg. Mondd meg miért, mondod ne várj, amikor te is ugyanúgy még rólunk álmodtál. Eltűnt a lánk, vagy csak nem lássuk, mert túl sok szüvertek ácsfélünk, hogy megint így járunk. De én elmondtam, jöhet vagy száz, miért te kell veled lenni, boldog ez egy páros tánc. És mégis én most én. A Magyar Királyságnak a határa már a 13. század elején, 12. században már gyakorlatilag a mai Kárpátokig kihúzódik, és itt nem egy perifériáról van szó, vagy legalábbis nem egy zárt területről, hanem egy olyan tampon ütköző zónáról, amelyen keresztül útak haladtak. És ebben az úthálózatban Gyergyői medence és az innen tovább haladó út Karácsonykőre, a Pricskei hágon keresztül, az egy fontos helyszín, ez egy fontos csomópont.